A makkói Gajda Ferencben 2017-ben fogalmazódott meg a gondolat egy nagyobb rockmozgalommal kapcsolatban, amikor hazahozta a gyermekét egy nyári zenei táborból. Akkoriban zártak be a klubok, és egyre kevesebb lehetőség adódott meg a fiataloknak, hogy ki tudjanak teljesedni. Így elhatározta, és meg is szervezte 2018-ban a City Rocks elnevezésű megmozdulás Szegeden, amelyhez már akkor közel 200-an csatlakoztak. Az elmúlt évek során a résztvevők száma elérte az 500-at, és az internetes felületen is nagy népszerűségnek örvend. 150 millió fölött járunk megtekintésekben, a világ minden szegletéből. A kollégám szokta azt mondani, hogy egyetlen egy földrész van, ahol nem ismernek minket, vagy nincs követünk, az az Antarktisz. Úgyhogy, és pont most a héten volt egyébként, hogy az olaszoknak volt egy eseményük Rómában, és több zenészünk kiment erre az eseményre résztvevőként, és nagy büszkén írták be a közös csoportba, hogy 10 zenészből 7-8 tudja, hogy kik vagyunk, és hogy követnek minket, és hogy szurkolnak, és figyelik a videóinkat. Úgyhogy baromi jó érzés, nagyon jó dolog. Továbbá szó esett a kezdeményezés céljáról is, az élő zenét azon belül is a magyar rockzenét minél több emberhez szeretnék eljutatni. Valamint, hogy a profi és a gyakorlott zenészek mellett olyan amatőrök is koncertélményt tudjanak szerezni, akiknek eddig ilyenre nem volt lehetőségük. A jelentkezés menetére is kitért a főszervező. Ez úgy működik, hogy nyilván a tudását, a hangszeres tudását vagy az ének tudását ugye bizonyítania kell. Egy tök egyszerű momentum egyébként, hogy akár egy telefonnal készített kis rövid videót elküld nekünk, föltölti a YouTube-ra, és mi azt megnézzük, nyilván már egy verséből, egy refrénből látjuk, hogy mennyire ura a hangszerének, úgyhogy ez működik. Utána meg aztán jön és belecsap a húrokba. Idén két helyszínen is megfordulnak, és fergeteges bulit csapnak. Most a hétvégén Veszprémbe megyünk, Európa Kulturális Főváros, ugye ezt nagyon sokan tudják, és ennek keretében kaptunk meghívást, ez egy vadonatúj, gyönyörű szép szórakozóhely, Veszprém Gyárkert, ez az elnevezése, egy szabadtéri nagy élőzenés helyszín, úgyhogy nagy örömmel megyünk oda, ez lesz a magyarországi helyszínünk, és Romániába megyünk, Szatmár Németibe lesz a második eseményünk, az pedig július utolsó hétvégén. Jelentkezni a veszprémi rendezvényre már nem lehet, de a Szatmár Németihez még van lehetőség csatlakozni. A zenészek mellett a közönség is egy életre szóló élménnyel gazdagodik, akik részesei a City Rocks megmozdulásnak. A hosszabb beszélgetést megtekinthetik Társalgó című színes kulturális magazinunkban.